Szonda, egyre több az ittassofőr a magyar utakon, akik nem csak saját életüket veszélyeztetik. Terméskiesés, az ősz és a tavaszi szárazság is gondoskodott arról, hogy nem lesz csúcs termés idén a búzánál. Elballagtak a vasvárisok, a végzős évfolyam 4,4-es átlaggal zárta a gimnázium utolsó évét. Tovább nőtt az ittassofőrök száma a magyar utakon, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A rendőrség folyamatosan szondáztat, a felelőtlen járművezetők pedig komoly büntetési tételekkel számolhatnak. Bár ittas autósból több van, az ilyen állapotban okozott balesetek száma a statisztikák szerint csökkent az elmúlt években. Nem ritka az ilyen jelenet Megyingben, gyakran szűri az autósokat a rendőrség, sokszor kimondottan az ittasan vagy bódultan volán mögé ülőket pásztázzák. Nem csoda, hiszen még mindig sokan, sőt egyre többen vannak az utakon. 2012 óta radikálisan 6 év alatt több mint a duplájára nőtt a számuk. Aki így ragadt kormányt, nem csak maga, hanem mások életét is veszélyezteti. Ez egy felelőtlen magatartás. Ugye a KRESZ az alapvető rendelkezéseiben leírja, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem a közlekedésben más részvevőjéért is felelősek vagyunk. Tehát aki volánhoz ül, ittasan, ő nem csak magát veszélyezteti, hanem akit megelőz, aki szembe jön vele, aki elé kanyarodik. Beszélhetünk itt számadatokról. Én azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy ittas vezető is nagyon-nagyon sok, hogyha ő szembe jön velünk és esetleg szabálytalankodik. Idehaza 2008-ban vezették be az úgynevezett zéró toleranciát, tehát ha a közúti ellenőrzés során az alkohol szonda akár a legkisebb mértékben is jelez, komoly akár 100 000-es büntetést is kap a sofőr, még akkor is, ha nem okozott balesetet. Rosszabb esetben pedig a jogosítványt is bukhatja a járművezető. A szondáztatásra pedig minden ellenőrzéskor számítani kell, ha megállít a rendőr. Bár a kerékpárosoknál nincsenek ilyen konkrét előírások, őket is lekapcsolhatják. Azt tanácsoljuk, hogy aki kerékpárra ül, az sem nagyon fogyasszon alkoholt. Ugye a KRESZ azt írja elő, vagyis a szabályok azt írják elő, hogy aki biztonságosan a jármű vezetésére képes állapotban van, az ugye még kerékpározhat. Ez ugye egyénenként eltérő, mindenki saját belátása szerint ülhet kerékpárra, viszont hogyha őt is ellenőrzik, és ez látszólag ugye a jármű biztonságos vezetésére képtelen állapotban van, tehát imbolyog térben és időben tájékozatlan, vele szemben is eljárást indítanak. Ami jó hír, hogy a statisztikák szerint legalább az ittasan okozott balesetek száma csökkent az elmúlt években, de a megyéket tekintve Szabolcs még mindig hátul kullog a sorban. Továbbra sem megoldott a magyar cigány együttélés kérdése, sőt, ez mai társadalmunk egyik legnagyobb problémája, véli a Mi Hazánk mozgalom. Céljuk ezért a cigány bűnözés megfékezése, valamint a megélhetési gyermekvállalás és a szociális juttatásokra való berendezkedés visszaszorítása. A párt országgyűlési képviselője szerint a gondot egyik kormány sem oldotta meg, a helyzet pedig Megyénkben még aggasztóbb. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely kimeri mondani, hogy létezik cigánybűnözés, hogy létezik megélhetési gyermekvállalás, és azt is, hogy ezeket az imént felsorolt eszközökkel, módszerekkel, törvénymódosításokkal, vagy éppen új törvények meghozatalával a lehető leggyorsabban föl kellene számolni, meg kellene szüntetni. Különösen aktuális ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és általában az észak-kelet magyarországi megyékben, ahol ez a probléma az országos átlaghoz képest hatványozottan jelentkezik. Akár 30%-os is lehet a terméskiesés idén a búzánál, köszönhetően az április végéig tartó száraz időszaknak. A növény minősége sem lesz az igazi, az állomány csupán mintegy negyede volt jó, egy nemrég készített felmérés szerint. Az érintett gazdálkodók a kárenyítési alapból igényelhetnek támogatást. A búzáját mutatja ez a gyulatanyai gazdálkodó, több mint 150 fajta terem a földjén, amelyek a napokban a gyomirtózáson, illetve a rovarölő kezelésen estek át. Ahogy azonban a többi búzatermelőnek sok örömre neki sincsen oka, és bár a múlt hét óta lehullott eső segített, ugyanaz későn jött, az ősz és a tavaszi szárazság is gondoskodott arról, hogy nem lesz csúcstermés idén.
Mivel nem volt ősszerse csapadék, ez tavasszal még rontott ezen a helyzeten, és elkezdett felszáradni, tehát bokrosodni nem bokrosodni, de gyakorlatilag egy főszáron lesz akkor búz, ezen azt kell érteni, tehát a több oldalágazásokban nem lesz termés, illetve nagyon minimális. Jelen esetben változnak a szakembereknek a véleménye, de általában egy olyan 30%-os terméskiesést prognosztizálnak. A szakember szerint optimista becslés a napokban emlegetett 15%-os termés kiesés, ezt mint fogalmazott bármikor aláírnák. Az Agrárminisztérium néhány héttel ezelőtt készített felmérése szerint az őszi búzaállomány mintegy negyede volt jó és 41%-a közepes minőségű. Az érintett gazdák a kárenyhítési alapból igényelhetnek támogatást az időjárás okozta veszteségeik fedezésére. Látszik, hogy a mezőgazdaság mennyire kitett a természetnek, az időjárásnak. És természetesen ezeket a helyzeteket nem tudjuk kivédeni. A fagykárt nem tudjuk kivédeni. Azt, hogy világszerte, vagy Európa szerte ennyire szárazság van, nagyon komoly nemzetközi összefogás kell gyakorlatilag, hogy meg tudjuk akadályozni. Szerencsére a magyar kárenyhítési alapban jelenleg is van mintegy 18 milliárd forint, tehát rendelkezésre áll biztonsággal az a tartalék, amellyel a bejelentett károkat ki tudjuk fizetni. Április végén adott interjújában az agrárminiszter azt is elmondta, hogy asszály miatti károsodást eddig igazoltan 34 ezer hektáron jeleztek. Hozzátette, nem érheti kár a gazdákat, aki a szabály szerint jár el és időben bejelenti, számíthat támogatásra. A kárenyhítési alap ugyanis felülről nyitott. Fontos változásokra kell figyelniük a horgászoknak, csütörtökön elkezdődött a ponty, a harcsa és a compó fajlagos fogási tilalmi ideje. Május 1-től azonban ismét szabad horgászni a fogassüllőre, a balinra és a sügérre. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint a ponty fogási tilalmi ideje május 31-én éjfélig tart. Ugyaneddig marad érvényben a garda, a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, a márna és a domolykó fogására vonatkozó korlátozás is. Emellett június 28-án éjfélig a kősüllő fogása sem engedélyezett. A harcsa és a compó csak június 15-én szabadul fel a tilalom alól. A harcsa esetében a 100 cm-nél hosszabb egyedek a fajlagos tilalmi időben is kifoghatók. A NÉBIH azt javasolja a horgászoknak és a halászoknak, mindig tájékozódjanak az egyes vízterületeken érvényben lévő saját horgászrendről is, amely esetenként eltérhet a jogszabályoktól. 166 végzős diák ballagott el a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumból péntek délelőtt. A tanulók közül 45-en kitűnő, mintegy 60-an pedig jeles bizonyítvánnyal zárták a gimnázium utolsó évét. Az évfolyam átlaga 4,4 volt, valamint az is kiemelkedő, hogy a ballagók kétharmada nyelvvizsgával is rendelkezik. A Vasvári Pál gimnáziumért emlékplakettet ebben az évfolyamban Magyar Boglárka kapta. 5 osztály, összesen 166 diákja búcsúzott középiskolájától péntek délelőtt a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Az évfolyam jó eredményekkel zárta az utolsó évét, bár idén még nem kötelező a nyelvvizsga a felsőoktatási felvételihez. A tanulók kétharmada már így is rendelkezik a bizonyítvánnyal. Ráadásul a speciális nyelvi tagozatú csoport fele már a felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is megszerezte. Én angol szakon kezdtem a Vasvári Pál gimnáziumot, és úgy is fejeztem be. Ez azt jelenti, hogy emelt óraszámban heti volt, hogy 8, de aztán a végére heti 5 órában tanultam az angolt, de mindig nagyon jó hangulatban teltek az órák, megtaláltuk a közös hangsúlyt a tanárokkal is, nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. Ezen felül ilyen szakon is szeretnék majd tovább tanulni, szóval tudták biztosítani azt a tudást, ami nekem ehhez szükséges. A most végzős évfolyam átlaga 4,47 volt. A tanulók közül 45-en kitűnő, mintegy 60-an pedig jeles bizonyítvánnyal zárták a gimnázium utolsó évét. Több diákot díjaztak is a ballagáson. Az alapítvány is díjaz, mégpedig egy csoportot, azt a csoportot, akik segítettek létrehozni a Zsesóvi Szent Hedvig gimnáziummal a testvériskolai kapcsolatot, tehát az első világháború 100 éves centenáriumára kiírt pályázatot használták fel,
arra, hogy ezt a partnerkapcsolatot létrehozzák. Ez egy nagyon különleges esemény most itt az intézményünkben. Az egyéni kategóriában Magyar Eszter, aki egy kiváló tanulmányi eredményű tanuló, ő egy természettudományos vonalat képvisel, nem úgy, mint az Iker testvére, ő lesz az egyéni díjazottja az alapítványnak. Ezen kívül a DSE is átad díjat, Szabó Tibor Benedek, többszörös világbajnok kempósnak, valamint a Diák Önkormányzat Cimmel Rolandnak adományozza a kitüntetést, az oklevelet. Az intézmény hagyománya, hogy minden évben egy ballagú diákot Vasvári Pál gimnáziumért emlékplakettel jutalmaz. Ezt idén Magyar Boglárka kapta, aki saját versével búcsúzott iskolájától. Ha megkérdeznéd most tőlem, hogy milyen, annyit mondanék. Szavakba önthetetlenül furcsa. Hogy az előbb jött el 2015. júniusa, aztán megtörténtek azok a gilis pillanatok. Magyar Boglárka mintegy 15 díjat nyert, és 6 publikációja is megjelent a gimnáziumi évek alatt. Az elmúlt 4 évben a Vasvári Pál gimnáziumban rengeteg eredményt sikerült elérnem. Magam mögött tudhatok számos országos versenyt, megyei versenyeket, szavaló versenyeket is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres 4 év volt számomra, mert amikor idejöttem az általános iskolából, akkor egy kicsit kinyílhattam és megmutathattam magam. Mindig nagyon élveztem ezeket a versenyeket, soha nem éreztem úgy, hogy belekényszerítettek, hanem a vége fele már 11-12. Osztályra én szerettem volna menni, és én mondtam azt, hogy ide és ide és ide is szeretnék eljutni. Rengeteget írtam a 4 év során, és ilyen téren is sokat fejlődtem, illetve rengeteg írós versenyt is nyertem, és a későbbiekben Budapesten szeretnék tovább tanulni, odaadtam be a jelentkezésemet 2 egyetemre is. Az idén ballagú évfolyamban többek között testnevelés, informatikai, természettudományi és emelt szintű nyelvi tagozatos diákok is tanultak. 135 éves a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság. Ez idő alatt több ezer hősies tűzoltó fordult meg a parancsnokságon. Ma már évente 3000 esethez vonulnak ki megyeszerte. Az ünnepséggel egybekötve Szent Flórián napot is tartott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Koszorúzással kezdődött a Szent Flórián napi megemlékezés, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezett nyíregyházán. A tűzoltók védőszentjét 304. május 4-én kővel a nyakában az ENSZ-be, a Duna egyik mellékfolyójába taszították. Úgy tartották, ifjú korában imádságára kialudtak az égő házak lángjai. 1999 óta halálának napja a tűzoltók világnapja. Az elmúlt időszakban számos tűzesetnél láthatták a megyebeliek dolgozni a tűzoltókat, azonban munkájuknak nem csak látványos része van. Van egy láthatatlan része, de legalább ilyen fontos a katasztrófavédelem munkájában a megelőzés és a komplex hatósági munka, amely az ipari biztonság, a közlekedés és a lakók, a lakóépületnek a biztonságát szolgálja. Tehát itt egy olyan komoly hatóság és háttérmunka folyik, amely azt hivatott elérni, hogy ne következzen be a katasztrófa, és ha ne adj Isten, és soha ne forduljon, hogy bekövetkezik, akkor pedig a vonuló állomány az, aki be tud avatkozni a korszerű felszerelésével, hogy biztonságban legyenek a nyíregyháziak. Ez a Szent Flórián napi megemlékezés más miatt is különleges volt. Idén 135 éves a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság, erről is megemlékeztek. Hosszú történelmi időszak, amikor 135 évvel ezelőtt az őseink lerakták a tűzoltóság alapjait. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy olyan fontos feladatot tűzte ki maguk elé, ami elsősorban az emberek biztonságának a szavatolását jelentette, és a hosszú éveken keresztül ez mindig fejlődött egyre erősebb és egyre jobb technikai eszközökkel, egyre nagyobb felkészültséggel rendelkező emberekkel folyamatosan biztosították a megyében a mentő tűzvédelmet és az állampolgárok biztonságát. Évente 3000 esethez vonulnak ki a katasztrófavédelem és a helyi tűzoltóságok szakemberei megyeszerte. Az igazgató hozzátette, ezen a napon megemlékeznek a kéményseprőkről is, akik szintén segítik a katasztrófavédelem munkáját.
Idegenben játszik szombaton a kisvárdai futballcsapat. Tajka László együttese az NB1 33. fordulójában Debrecenben lép pályára. A hazaiaknak a dobogós helyezés megtartásáért, a vendégeknek pedig a kiesés elkerüléséért van szükségük pontokra. A nehezebb utat választott a céljai eléréséhez a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese legutóbbi két hazai meccsén a tabellán mögötte álló Diósgyőrt és Haladást fogadta, és a lehetséges 6 pontból mindössze egy-egy gyűjtött be. A két találkozó között az MTK otthonában nyert a Várda, ezért és a többi mérkőzés kedvező alakulásának köszönhetően bennmaradó helyen várja a debreceni meccset az Újonc. A debreceniek a harmadik helyen állnak azonos pontszámmal a negyedik Újpesttel, így a hajdúságiaknak égetően szükségük van a pontokra. Igaz ez a Kisvárdára is, amelyet a héten a lehető legjobban igyekezett felkészíteni a szombati meccsre a szakmai stáb. Hétfő kedden még lehetett érezni azért a levertséget, meg a kevésbé jó hangulatot, hogy így fogalmazzak, viszont azért próbáljuk a játékosokat, és úgy érzem, hogy most már fejben rendben is vannak. Mert mindig a következő meccs a legfontosabb, és nekünk most a Debrecen mérkőzés a legfontosabb. A héten próbáltunk felkészülni a Debrecenből, ahol tehetséges fiatal gyerekek jól vannak keverve rutinos futbolistákkal, és nem véletlenül vannak a harmadik helyen. És viszont abban is bízni lehet, hogy azért ők is harcolnak a harmadik helyért, tehát nem tét nélkül a mérkőzés, ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset szeretnénk játszani velük a mi szempontunkból. Nagyon jót, tehát felkészülten és egyenrangú ellenfélnek lenni, és mindenféleképpen eredményesek szeretnénk lenni. Ebben a szezonban a két csapat kétszer találkozott egymással. Mindkét meccsen hazai siker született, Kisvárdán 3-0-val, Debrecenben 3-1-el ért véget a mérkőzés. A Szombathely elleni meccse sárga lapjai miatt kihagyó csapatkapitány ezúttal is nehéz összecsapásra számít. Nagyon jó meccs volt, nagyon jól sikerült ezen a meccs, de emlékszem, hogy amikor ott voltunk, akkor szenvedtük nagyon, úgyhogy szerintem teljesen más meccs lesz, próbáljunk a legjobb hozni. A Debrecen-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A 31. forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Budapest Honvéd, Szombathely Paks, MTK Budapest Mezőkövesd, Diósgyőr Molvidi FC és Ferencváros Újpest. Elveszítette az elődöntő első meccsét Veszprémben a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese a két nyert mérkőzésig tartó párharc nyitányán 82-76-ra kapott ki a hazaiaktól. A második találkozót vasárnap 18 órai kezdettel rendezik a Continental Arénában. Az alapszakasz győztes Veszprémmel az elődöntőig háromszor találkozott a szezonban a Nyíregyháza, és a meccs előtt 2-1-es mérleggel a csütörtöki házigazdált jobban. Az első negyedben 10-10 után lépett el a vendégektől a Veszprém, amely 6 pontos előnye zárt a nyitó 10 percet. A nagyszünetig 11 pontosra hízott a különbség, fordulás után viszont elkezdték ledolgozni hátrányukat a kék cápák, a záró negyednek 62-58-nál vágtak neki a csapatok. Ismét veszprémi percek következtek, és bár a vendégek mindent megpróbáltak, 6 pontos hazai sikerre ért véget az elődöntő első felvonása. Igazi playoff mérkőzés volt. Amit kitaláltunk taktikát, az a második percig működött sajnos, mert a Cingelzori megsérült, és utána nem tudott pályára lépni. Magas szerkezettel kezdtünk, sajnos utána át kellett alakítunk a taktikánkat. Ez egy kicsit talán megzavarta a csapatot, és előnnyel mehetett a Veszprém a félidőben. Aztán a 34-ben vissza tudtunk jönni, de sajnos nem tudtuk megfordítani a mérkőzés. De úgy gondolom, hogy jól játszottunk, és van esélyünk vasárnap, hogy nyerjünk itthon. Cinger Zoltánra ebben a szezonban már aligha számíthattak a nyíregyháziak, és rajta kívül is vannak olyanok a csapatban, akik nem teljesen egészségesen játszanak. Pénteken hárman ballaktak, ők hétfőn kezdik az érettségit, ettől függetlenül Siska János bízik abban, hogy vasárnap egyenlíteni tudnak. Kis dolgokon múlik, kevesebb eladott labda kellene, kicsit gyorsabb játék kellene, pontosabb passzok, meg mondtam, hogy pontosabb dobások. Ha ezeken tudunk javítani, akkor én úgy gondolom, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A Nyíregyháza Blue Sharks Veszprém mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Folyamatosan szondáztatja az autósokat a magyar rendőrség, miután nem csökkent, sőt, tovább. 2012 óta a duplájára nőtt az ittas vezetők száma. Aki azonban így ül volán mögé, nem csak maga, hanem mások életét is veszélyezteti, amellett, hogy súlyos büntetéssel, akár a jogosítvány elvételével is számolhat. A statisztikák szerint legalább az ittasan okozott balesetek száma csökkent az elmúlt években.
Bár a múlt hét óta lehullott eső segített ugyan, az késő jött. Az ősz és a tavaszi szárazság is gondoskodott róla, hogy nem lesz csúcs termés idén a búzánál. Akár 30%-os is lehet a termés kiesés, miközben a minőségével is lehetnek problémák. Az érintett gazdák a kárenyhítési alapból igényelhetnek támogatást az időjárás okozta veszteségeik fedezésére. Elballagtak a végzős diákok a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumból pénteken. Itt 166 diák fejezte be középiskolai tanulmányait ebben az évben. Az évfolyam átlaga 4,4 volt, valamint az is kiemelkedő, hogy a ballagók kétharmada nyelvvizsgával is rendelkezik. A Vasvári Pál gimnáziumért emlékplakettet ebben az évfolyamban Magyar Boglárka kapta. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 3-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó hétvégét, viszontlátásra! Csapadékos időre számíthatunk a hétvégén, kettős fronthatás várható. Szombat reggelig többnyire erősen felhős lesz az ég, zápor több helyen előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Szombat estig túlnyomóan erősen felhős lesz az ég, eső, zápor több helyen várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, vasárnap sokfelé számítani kell esőre, záporra, néha zivatar is kialakul. Hétfőn kezdetben még több helyütt előfordul, majd napközben nyugat felől szűnik a csapadék.